a kutya meg a mindenségét, hogy mindjárt leesek már másodszor a székről. Én nagyon bíztam a csődikébe, meg kell, hogy mondjam. Esküszöm a jó Istenre. Tudjuk, hát úgy is nézett ki a ló, mondom, szépségversenyt is nyerhetne, de tud is menni. Várunk egy picit. Leveszem, akkora fejem van itt. Hát, nagy az örömöm. Ugye Egonéknak is, most a rádi istálónak is megérdemelten hozzá kell tennem. Az egész istáló megérdemli már azért, hogy induljunk valamit, mert azért... Na, tudom, hogy megérdemeljük. És tényleg le a kalappal Vivike betartotta 100%-osan, betartotta az utasítást, és egy ilyen sorsdöntő volt neki, hogy hogy fogja bírni az 1008-at, de szerintem nem volt még vész, hála égnek. Igazán majd részt. Köszi, Matyikám. Ja. Gyere majd kávéra. Azt még megkérdezem, hogy hogy állt be a gépem, azt nem tudom. Cserikém, köszönöm nektek. Köszi, drágám, annyit kérdezek, hogy hogy állt be a gépbe. Szépen, ráraktam a sapkát, és így kész, ennyi. Köszönöm, köszi szépen. Hát én tudom, én mondtam a Palinak, de a Pali az tudod, akkor hogy a tréning rossz. Nekem utána mondta a Matyik, hogy feküdt egy ló, és egy érzékeny ló, így kapálózik egy ló a gépbe, el tudod képzelni, hogy... Igen. Köszönöm, Jani bácsi. Apa, egy jó lovat nem adtál el, a Libit. Az összes többi szalad. Jó, nagyon gyerekek, remegek, és én nagyon bíztam ebbe is, meg a másikba is. És annyit mondtam videóban, hogy ha valaki tényleg megérdemli a csapatba, az meg, mert tudom, hogy olyan becsületesen dolgoztuk végig a kibaszott telet is, nagyon jó lovagolt a kislány. Ügyes volt, barriere, ja. Gratulálok. Ne nézi a lovat, az én is azt nézem, de azért. Na, drágám! 100%-os! Nomcsikám, neked is egy nagy puszi, ahova gondolod. Na, gyertek előrébb. Gyere, Pali, gyertek előre. Hogy? Ja, ahova mondja. Jó. Nagyon jó. Köszönjük. Jó van, drágám. Papika, nagyon ügyes. Hallod, nem azért, mert nyertél, hanem 100%-osan tip-top volt. Na, itt a öröm csapat, ugye mindenki örül egyért. A Bencink hol van? Ő a főtitkár, meg mindenes. Úgyhogy nekem is baszod. Nomcsika, neked is szépből, a kisgyereked, ugye? A kisgyereked. Nagyon szereti a Nomcsika. Mindenki szereti, meg mindegyiket szeretjük. Úgyhogy aztán, hogy így sülnek el valamelyik, így fut valamelyik, úgy fut. De hát, mi van, cica? Hogy megállt te? Most már menjél, és én. Kiengedted neki? Ki? Szuper. Na, bravo, adj egy csókot, drágám. Jaj, szádra, számra? Bravo. Hogy? Jó van. Le a kalappal, ügyesen is lovagolta, és eszmélet, minden sikerült. Gyönyörűen beállt, gyönyörű pozíció, a kanyarokba belül szépen. Helye volt neki, rátett, jött ez a... és újított gyönyörűen rá, úgyhogy jó van, édes apuciá. Persze, hogy le a kalappal előtte. Mosd le egy kicsit, csak ne zavarjuk a másikat, tudod? Úgyis otthon fürdik, illetve majd fürdik, tudod? A lányaim is nyomják ügyesen. Úgyhogy nagy bravó. Meg is érdemelt. Na, én mondom így a videóban, és biztos, hogy megérdemeljük. Az, hogy ilyen szarú kezdődtek dolgok, nem tudom, de hogy lelkiismeretesen csináltuk, bazd meg, esőbe, jégbe fagyva, mindenbe. Már nagyon megérdemelt. Ja. Tehát nem is kérdés ez nekünk. Köszi. Köszi. Jó van, drágám. Nagyon. Szóval ott állt egy órát, hallott. Gyönyörű papám, mert gyönyörű is vagy. Csinálsz egy rólunk egyet, anyus? Jöhetünk a következőbe, mindegy. Jövünk a következőbe, kösz. Köszi. Nagyon nyugodt te. Jó van. Vagy elfáradt egy kicsit. Elfáradt a papi, az is lehet. Nem baj az. Nem baj, majd mehetsz padikba. Paták rendbe, patkó rendbe. Tip-top. De kondira is nagyon jó nézett. Megyek le a kocsimba, kivesszük a transliket, mert azt viszem az autómba, tudod? Hogy mindig ott legyen nálam. Na még egyszer nagy bravo. Jó van, édes apucika.
Nem tudom, nyugodtan el van, ugye? De most már van ilyen? Igen. Gépni megmondtam, a tökőnek rak, meg ilyet múltkor is, egy érzékeny ló. Tehát nincs ebben, utána láttad a gép. A otthoni gépnél se akart, aztán utána minden alkalommal vitted őt. Hát most mit csinálsz, ha megijed valamitől? Mi expert, a Lordi, vagy a... És a Lexempro, egyedül vezettem végig be. Minden rendben, Pali, hogyha azt nézed. Vagy mit nézel? Minden oké. Okay. Patkók a helyén, lábak egyenlőre rendbe. Na. Na jó. Na hát jó, zártuk ezt a mai napot, hál' Istennek. Úgyhogy nagy bravó a csapatnak, tulajoknak is. Valami nem úgy futott, majd az is jön. Lásd, én ezt mondom, ott volt a princike is, ugye. El lehetett volna már nem ásni, így mondom, hanem na, temetni a gondolatot, hogy nyer, aztán nyert egy gyönyörű versenyt. Hát. Ez már kellett. Nagyon. Na jó, van, lerakom, itt mi azért örülünk. Lányaim valami Mekiről beszélnek. Szia! A fotóst is megcsípjük. Nem baj. Jó képeket csinál, ő is nagyon. Jó van, drágám.